Rögtön Márkus megtámadta őt hátulról, Grumics, jó a visszapassz, szép háromszögezés, és ez így ígéretes lehetőség lehet. Kővári, középen Dobronoki és Gajdos jön, a második hullámban pedig Grumics, kapufa, és bent volt! Bent volt! Bizony, egy öngóllal megszerzi a vezetést a Szeged a 10. percben. Ide-oda flipperezett a labda, Kővári centerezését követően, és az egyik nyíregyházi játékosról, valamint a kapusról végül levágódott a labda a gólvonalon túlra. Az első helyzetből már is gólt szerez a hazai együttes. Ez nagyszerű labda volt sajnos, de nem veszi jól át, úgy tűnik a nyíregyházi csatár, de aztán végül is egyenlít. Hornyák fogadja a gratulációkat. Szezonbeli 10. gólja azt jelenti, hogy egy-egyre módosul az állás. Kár volna tagadni, hogy Gresó nagyszerűen indította a csapattársát. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy eltotojázza a lehetőséget Hornyák, hiszen nem a legjobban vette át a labdát. Így aztán ketten is vissza tudtak zárni, de aztán csak megtalálta azt a folyosót, ahol kapura szúrhatja a labdát, és végül is bevette Takács János kapuját. Az első félidő hajrájában tehát egalizál a nyíregyházi Spartacus. Hát lélektanilag nem jött jókor ez a gól, de hát még hátra több mint egy fél idő, hogy ismét magához vegye a vezetést. A Szeged, Dobronoki, felöklelték őt hátulról, és az a Szokol volt, akinek már van egy sárga lapja, és most megkapja a másodikat, így aztán idő előtt mehet zuhanyozni. Gondolta az eddigi 56 percet Fejér, mire elvégezte a kirúgást. Meg lehet azt szerezni, Grumics, és jön Kővári nagy lendülettel. El is jut hozzá a labda, gólhelyzet, Kővári, gól! 2-1, ismét vezet a Szeged Csanád Gosics Akadémia. Nagyszerű helyzetfelismerés volt Gajdostól, nem teketóriázott, egyből kiugratta Kővári, aki megszerezte első gólját a tiszapartiak színeiben. Ismét vezet a Szeged. 58. perc, bizonytalanok voltak a nyíregyházi védők. Közben a játékvezető ad egy sárga lapot az egyik melegítő szegedinek. Haruna kapja, mert azért, mert oda szaladt ünnepelni a csapattársakhoz. Szóval eléggé bizonytalanok voltak most a nyíregyházi belső védők. Grumics kikaparta a gesztenyét Gajdosnak, aki nagyon jól ugratta ki Kővárit. Aki állítás nélkül kilőtte a hosszút. 2-1, és hát innentől kezdve nagyon nehéz helyzetben van a nyíregyháza, hiszen ember hátrányban kellene váltaniuk, mert ez az elmúlt lopja a távolságot. Majd aztán Gresót hozza a játékba. Márkus, nem kell bántani őket, háttal vannak a kapunak. Kalocsai elszórta. És akkor most Jovanovics megindulhat. Dobos, Svejduk fogadja őt, de ott van Márkus is, üres a középpályán Gajdos. A bal oldalon jön Kóródi. Haruna kapja, a gólhelyzet lehet. Haruna, Dobos, be kellene rúgni, így is van. 3-1, eldőlt. Talán a második félidőben először próbált meg komolyabb támadást építeni a nyíregyháza, de elveszítették a labdát, és Jovanovics remekül indult meg. Végül Gajdoshoz került a labda középen, aki nagyszerű ütemben ugratta ki Harunát. Az ő lövését még hárítani tudta a kapus, de a hosszún érkező Dobos kíméletlenül bevágta az üres kapuba a labdát. 3-1, eldőlt a mérkőzés. És ez azt jelenti, hogy Zsinórban a harmadik győzelmét arathatja a Szeged Csanád Gosics Akadémia, ráadásul 6 meccsesre duzzadhat a veretlenségi sorozat.